Kedves barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit. Csak itt a fejlemények kapcsán szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy jelenleg hol tartunk. Egy nagyon fontos igen, ilyen jogi tabályi visszaélés, amiről szeretnék, csak most mindig megint egy hívnak egy, egy barátunk, pont ezzel a választási csalásokkal kapcsolatban, már szólok neki. Uram, majd hívom mindjárt, csak most élő bejelentkezésben vagyok, és most találkozzunk rögtön nem sokára, jó? Köszönöm. Minden jót. Tehát, hogy mi történt? Nyilván azt látjuk, hogy a, az, hogy már, hogy, hogy ment a, a választás, tehát most a 10 ezer forintos tarifa az most már teljesen nyilvánvaló. Hozzá tartozott még, van aki 20 ezeret, van aki 50 ezeret kapott, mindegy, most, tehát most nem erről akartam, hanem menet közben, érkezett egy, egy, megint a Fideszes maffia állam működése kapcsán egy megkeresés a, nyilván a idézőben mondom a átadással kapcsolatban, hogy a, mint hogy a választás már jogerős lenne, és akkor nyilván azonnal mindent adjak át, mert annyira sürgős nekik. Nyilván mondtam, hogy a hivatalos átadás átvétel, akkor mindent át fogok adni, mindent pontosan meg fogunk csak most megint a kocajog. Kodás kapcsán akarnék egy nagyon fontos példát, példán keresztül megismertetni önökkel, hogy megint mi a valóság, mi a jogi helyzet, és utána hogyan aljaskodnak most. Nyilván a, 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 kormányhivatal, tehát a Fideszes Csicska hivatalnak a lakájai megint, hogy, hogy, próbálják segíteni azt a politikai akarot, amit a Fidesz mafia jelenleg képvisel. Tehát most csak egy hasonlattal kapcsolatban mondom, hogy a, majd mindjárt a jelen helyzetet, tehát amikor a választás megtörténik, akkor nyilván a az új polgármester, mi lehetett volna a régi is, de most a megválasztott polgármester és a megválasztott képviselők gyakorlatilag mandátumot szereznek. Ez utána, tehát amit már számtaszom mondtunk, meg kell várni, hogy ez a, jog, ez a választási eredmény jogerőssé váljon, ha jogerőssé válik, akkor utána jön az, hogy, hogy akkor 15 napon belül össze kell hívni a képviselőtestületet, és amikor a képviselőtestületet összehívják, leteszik a képviselők az esküt, és akkor gyakorlatilag utána gyakorolhatják a tisztségüket. Most ezzel a szituációval kapcsolatban akartam mondani egy speciális példán keresztül, hogy tehát, hogy, hogy értelmez a kormányhivatal ezt a szituációt. Tehát amikor benne van a önkormányzati törvénybe, hogy amikor a polgármestert megválasztják, onnan a tiszével jogokat és köteltséget megszerzi, de amit elfelejtenek, tehát hogy a tisztségét viszont a polgármester és a is akkor gyakorolhatják, amikor <coughs> Már letették az esküt. Tehát most egy hasonlatot akarok mondani. Tehát, hogyha, hogyha most, hogyha egy, egy autóvásárlás, nem, mert most ők vásároltak egy tisztséget. Tehát most egy hasonlattal mondom, egy autóvásárlás, nem, akkor valaki vásárol egy autót, akkor tulajdonába kerül, akkor már a tulajdonnal járó jogokat és kötelezettségeket már azonnal megszerzi. De vannak egyéb feltételei, hogy használhassa a közúti forgalomba. Ennek egy nagyon fontos egyéb feltétele, nem csak a tulajdon jog megszerzése, hanem az, hogy műszaki vizsgát is kell rátenni. Tehát kell, kell egyéb feltételeknek megfelelni, és hogyha az is megfelel, tehát van érvényes műszaki vizsgát, részt vesz a kocsi, akkor utána kimet a közúti forgalomba. Tehát ugyanígy van a polgármester és a, a képviselőkkel is, tehát az, hogy megvásárolták a tisztséget, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos előfeltétele volt, hogy most már megvan vásárolva a tisztség, most már a, a jogok és kötelezettségeket megkapták, ami hozzá tartozik, de hogy ezt gyakorolhassák, úgymond a, megen a kocsiasortal a közúti fordal a közéletbe, ehhez nekik le kell tenni az esküt. Tehát ez olyan, hogy amikor az esküt letette, akkor szerezte meg a műszaki engedélyt, hogy most már akkor tényleg valóban gyakorolhatja a jogát és a kötelezettségét. Tehát ez, ez hogy megszerzi a tulajdon, tehát megszerezték, megvásárolták a, a tisztséget, az ön, a polgármesterét és az önkormányzati képviselő tisztséget most sikerült megvásárolni, ez egy első, fel, első ö, feltétel, de van egyéb feltétel, hogy gyakorolsa a tisztséget, ezért le kell tenni az esküt. Náluk ez nincsen meg, nyilván ezt, de hogy ezt valahogy alá kell támasztani, hogy már nagyon gyorsan akarják, akarják ezt lebonyolítani. Ez is egy nagyon fontos, hogy a volt polgármester, és az új polgármester, amikor már gyakorolja a akkor kell létrehozni az átadás átvételt, amit nyilván ott fogunk menni. Ha fogják engedni, akkor lehet szerintem élőbe is fogjuk közvetíteni. Tehát, tehát, az a lényeg, hogy, hogy tehát ez egy másik feltétel. Jelenleg a nagyimra, a és az önkormányzat képzésnek nincsen meg ez a másik feltétele. Tehát az nincsen meg, hogy ők már gyakorolhatják a jogot. Megszerezték a tulajdonjogot, tehát megvásárolták, de még a műszaki vizsgálat, ez csak egy hasonlat, még az, az esküjük letételének a hiányában nem gyakorolhatja a tisztér, Nem tudom, hogy emlékeznek rá, szegény meg, tehát már el, meghalt, elhalálozott bajzadoktól esetében is ez volt, de nem tudta gyakorolni az önkormányzati tisztségét, nem tudott szavazni, nem tudott egyéb feltételeknek teljes megfelelni, mert, mert látszik, hogy, hogy nem volt letéve az esküje. Most nyilván most itt a Fidesz maffia, mivel most a politikai érdeke más, ezért gyorsan kiadatja, tehát kiadatja a, a, a kormányhivatal, a Fidesz csicska hivatallal, akit nem a jogszabály érdekel, mi a politikai parancs. Tehát a politikai parancs alapján kiad egy állásfoglalást, és leírja, azt tudjuk, hogy a tulajdonjogot megszerezték, mert megvásárolták a tisztségeket, ezért bár azt elfelejti a kormányhivat az állásfoglalásában mondani, hogy viszont a tisztséget gyakorolni, tehát a műszaki vizsga is kell hozzá, most az autóvasolatnál legyünk, tehát a tisztséget akkor ha letette az esküt ezt elfelejti a csicska kormányivatal, így odaírja, hogy, hogy ez, a, ez, az állásfoglalás azért ez semmire nem kötelez, semmi nem jogi érvény, és a többi, de ezzel az ürügyjel, tehát ezt a látszat állásfoglalást kiadta, ezzel az ürügyjel már az önkormányzati képviselők, az új önkormányzati és a, és a polgármester asszony már gyakorolja teljes jogkörrel a tisztségét. Jó, mégis ez az ő dolguk, Isten előtt neki kell majd ezzel elszámolni, de az, hogy én ebbe részt vegyek, tehát én ebbe azt ebbe a bestelen gazemberségben. Én azt mondom, lesz még nekik idejük még majd gyakorolni a lesz még rengeteg probléma, majd, amikor meg kell majd oldani, és majd nem lesznek a helyzet magaslatának, akkor majd akkor kellene majd gyakorolni a tisztséget, de most az a lényeg, tehát most én azért nem foglalkozok most velük, mert most nyilván a választási csalás felderítésével nem olyan egyszerű, mert látszik, hogy, a, hogy, tehát, hogy itt az emberek ezeknek a, a különböző ilyen amikor hatóság, bíróság, ügyészség, rendőrség elé kell állni, akkor már próbálnak de azért azt mondom, hogy azért, azért csináljuk, és most is kérem, hogyha, hogyha hogyha elmondják, és ezt ö, vállalják, hogyha még mondjuk nem is hatóság előtt, de mondjuk egy videóba ahol, ahol ö, nem vállalják az arcukat, de mondjuk a hangjukat vállalják, vagy hogyha nem is annyira, de bárki előtt, hogy utána, hogyha ez ellen mi van, akkor ezt a, akár hazugságvizsgálóval is, mivel valós tényt mondanak el, ö, le lehet ellenőrizni. Ilyen embereket is még keresünk, tehát mert ez, ez fontos. Tehát én most üzenem Nagy Imre Attilánénak, és majd mondják meg, mert nekem nincs kedvem, most nincs, nincs idő most ezeket írkágatni leveleket nekik, tehát, tehát az a lényeg, hogy természetesen fogunk, hogyha, hogyha jogerőssé válik a, ez a választási csalás, tehát amit csináltak, ez a tömeges méretű, akkor nyilván én mindent át fogok adni, amilyen eszköz esetleg még nálam van, a, az autó, stb. Ezt mindent át fogunk adni, de addig, amíg ez nem jogerős, és addig, amíg le nem tették az esküt, addig nincs is, erre nem kerülhet sor se, semmilyen átadásra, és viszont nincs még, akinek átadjam, mert nincsen tisztségét gyakorló új polgármester. Tehát ha lesz, akkor át fogom adni. Egyébként is még akartam mondani, ez is számtalan ember kér, hogy úgy hogy milyen patakra, hogy természetesen egész napot voltam egyébként szinte egész nap tegnap, mert ezzel foglalkoztunk, ez a választási felderítésével, garázsokban minden, tehát van már rengeteg info, hogy hol adták át, stb., hogy hívták, hova hívták az embereket a 10 forint kapcsán. De csak azt akarom mondani, hogy tehát ott voltam, tegnap is egyébként a Simon Mislaus, tehát az ország, a nagy országgyűlési képviselő, meg is jelent, mert valaki jelentett neki, hogy, hogy ott vagyok, és, és, akkor megjelent, gyorsan lekattintott a, a, pocsit, és utána mire már összeszereltem a telefonon, menjünk, megbeszéljük ezt élőbe, akkor meg elhajtott. Tehát azt mondom, hogy tehát most is mondom, hogy leszek ott egyébként érpatakon, most valószínűleg, tehát ha valaki akar keresni, akar velem beszélni, állok elé, hívjon fel, megmondom, hogy hol vagyok éppen. Most fog, ott fogok egyébként tartózkodni, tehát valószínűleg a József Attila utcán, mert ott fogunk még dolgozni ezen, ennek a fellebbezésnek kapcsán. Tehát bárkit szívesen látok, jöjjön, beszélgethetünk, élőbe leközvetítjük. Tehát csak azért mondom, mert vannak, akik itt aggódtak, hogy mintha én nekem itt bármit ilyen takargatni, vagy ilyen megszégyenültnek kellene lenne, itt érpatak tehát egyáltalán szinten nem vagyok se megszégyenült, se megtört, se nem mondtam le érpatakról, se érpatak megmentése, az most is egyébként ugyanolyan feladatom, hivatásom, elkötelezett vagyok érpatak, elkötelezett leszek is, Íval, akikkel én együtt dolgoztam, azokkal maximálisan fogjuk folytatni a közös munkát, tehát, tehát csak mindegy, tehát ezt akartam még mondani, hogy a legfrissebb a Fidesz maffiának a jogállamiságot lebontó rendszerével kapcsolatban, ezt akartam mondani, ez egy klasszikus módszer, hogy nem számít a jogszabály. A jogszabályok azok mindig arra vonatkoznak, amikor tudják, akkor akarják alkalmazni, amikor a politikai ellenfeleik ellen lehet. Akkor mindig ilyen nagyon erőszedettel hivatkoznak a jogszabályra, tehát akkor mindig, amikor az, az aljas akaratukat keresztül akarják vinni, akkor mindig a jogszabály lehet, akkor mindig az aljaság mindig jogszabály mögé bújtatják. Nyilván amikor már útjában van, tehát mondjuk mert a jogállamiság lebontás az ebből áll, hogy amikor most a jogszabály gyakorlatilag engem igazol és védene, akkor attól a jogszabálytól elte, eltekintünk, és akkor szólunk a csicska hivatalnak, tehát aminek a jogszabályokat kellene, mint a bírónak betartani, de akkor a csicska hivatal ráerősít arra, hogy ez a jogszabály, azt, azt, most arról tekintsünk el, és akkor ő, mint ilyen, ilyen kormányhivatali tekintély, áltekintéje, megpróbálja gyakorlatilag azt a jogsértést, meg a jogszabály negligálását alátámasztani. Tehát most mondjuk most ez történik. Tehát amit már mondtam, hogy a kocsinak megszerzik a tulajdonjogát, az még, már a jogok és kötelezettséget gyakorolhatja az új tulajdonos, de ahhoz, hogy a közúti forgalomba részt vegyen, ahhoz neki még egyéb feltételek teljesítésére van szükség. Tehát az, hogy igazolja egy bizottság előtt, hogy, hogy ő a műszaki vizsgára is keresztül, és a műszaki paramétereknek megfelel. A Zsolti képviselő és a is ugyanez a szituáció, hogy mivel megvásárolta a tisztséget, tehát ezért megszerezte már a tisztséget, a tisztséggel járó jogok és kötettségek megilletik, de akkor tudja gyakorolni, amikor a képviselő testületi ülésen, tehát nem a, műszaki, a műszaki vizsgabizottság a képviselő testületi ülésen hivatalosan leteszi az esküt. Tehát, hogyha ezt letette, először a polgármester teszi le az esküt, utána pedig a polgármester előtt leteszi a képviselőt. Utána gyakorolhatja a tisztséget. Tehát ez a, ez a jogszabály, nyilván Fidesz maffia országában, tehát nyilván ezt most, ettől most eltekintünk, mert a politikai érdekük nem ez. Na mindegy, ez az ő dolguk. Én mondtam, hogy én ehhez tartom magam, jelenleg ez a jogszabály, vagy akkor gyorsan szóljanak egyébként oda a kövérlacének, vagy bárkinek, vagy Rogán vagy, 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 vagy Petinek a hogy ordítson be, gyorsan egy törvénymódosításra töröljék el ezt a jogszabályrészt, hogy a tisztséget majd csak a, a um Eskütétel után gyakoroltják, akkor, hogy nyilván akkor, én akkor, majd ahhoz fogom igazítani magamat, ha már akkor az lesz a, a törvény. Na mindegy, de most, most jelenleg még ez, én nyilván ehhez tartom magam, még hogy a politikai maffia és a, és a, a, a mm, csicska hivatal bármilyen állásfoglalást hoz ki, mert ebben megint százszázalékosan nekem van igazam, nyilván ők most így ö, próbálgatják csinálni az ajasságokat, tehát ez. Mondom egyébként most jelenleg, tehát minden intézkedés egyébként a, a már megválasztott, de még tísért nem, nem tudja gyakorolni. Tehát ezért ennek a polgármesternek jelenleg még minden intézkedés egyébként törvénysértő, mert nincs hozzá semmilyen ö, jogköre. Mondtam, hogy amikor már hivatalba, ha oda jutunk, hogy nem fogják megsemmisíteni, tehát ezt a választási eredményt, még nem tudjuk egyébként, mert mondom, tömeges volt a választási csalás. Éppen a, a mi esetünkben 2014-ben azt ö, a hazugságok alapján is megsemmisítették a választási eredményt, most nyilván most a, megvannak a valós dolgok, ezt nem tudjuk, de hogyha nyilván, hogyha jogerős leemelkedik, akkor már a jogszabályi feltételek megfelel, tehát a műszaki vizsgával, tehát a bizottság előtt esküdtett képviselőkkel és, és polgármesterrel én maximálisan együtt akarok és együtt is fogok ö, működni, de nyilván előtte, mivel nem gyakorolhatják őket előtte, ha lehet, akkor nem molesztáljanak már ostobaságaikkal, mert mondom, hogy más feladatunk van, most nagy erőkkel arra koncentrálunk, hogy, 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 bizonyítsuk ezeket a csalásokat. És amit akartam mondani, tehát mondom, attól is a, a miénknek meg azt üzenem, hogy tehát hogy ne aggódjanak, tehát mi nem félünk itt semmitől, csak közben mást is kell csinálnom. Tehát mondom, hogy, hogy tehát, hogy nem félünk, tehát hogyha bárki akar beszélni, találkozni velem, érpad, akkor mondom, most ott leszek, most is, és bármikor állok elé, tehát a, a, hogy, hogy ha kell, akkor bármit megbeszéljünk, jó? Akkor mondom, tehát most ezt akartam, és mondom, csináljuk, mert tehát a határidő az ketyeg, tehát itt a mostani határidő, de azt mondtam, hogyha még utólag menet közben lesznek újabb bizonyítékok, akkor azokra is szükségünk van, mert mondom, itt ezt, a, ezt az új rendszer, tehát amit itt a Fidesz megkomponált, mindig ezt mondom, mindig, amikor rendszer szintűvé tudják tenni a választási csalást, ezt meg kell, hogy mutassuk, tehát az, hogy most a, a bizonyítás, az lehet, hogy a, az eljárásba a csorbát szenved, és nem fogjuk tudni tökéletesen bizonyítani, de az igazságtartalma szerint az muszáj, hogy bizonyítsuk, hogy a tanuljanak belőle, tehát a Magyarországon mindenképp tanuljanak erről, mert most már látszik, hogy ahogy a közbeszerzések esetében is, úgymond a minden hatalmas verseny folyik mindig a cégek között, de mindig Mészáros Lőrinc nyeri meg, tehát, tehát rendszer szinten le tudják hazudni azt, hogy verseny volt, a legjobb nyerte meg, és mindig ők nyerik meg, és gyakorlatilag ezt meg, most ezt már meg tudják csinálni, látszik. Ezt a ö, ö, választási csalást most már megint intézményesítetten tudják, tehát, tehát rendszer szinten meg tudják és ezt nyilván elő tudják adni választási győzelemként. Tehát ide most nem akarok ebbe belebonyolni, hogy milyen etapokon keresztül, hogy valósítják meg azt a választási csalást, de ezt mondom, hogy ezt mindenképpen kell, hogy tanulmányozza még az ország, mert látszik, hogy, hogy van. Amit már most előre javaslok más településen, ahol úgy látják, hogy ilyen, ilyen ahol úgymond a Fidesz mafiának nagy a tétje, tehát ahogy látszik, ahogy, ahogy amikor ott, hogy oda mondjuk nagy erőket koncentrál, és nem számít a pénzbefektetés, nem számít, hogy mennyit kell esetleg szavazatvásárlásra folytatni, csomagosztásra forjítani, stb. Ott mindenképpen, tehát a, amit most látok, ott mindenképpen ilyen minél több szintű, minél több hely, helyszínen lévő ilyen élő közvetítéseket kell egész nap folyamán csinálni, és ha lehet aktivistákat pedig ráállítani, hogy mondjuk ott nálunk is a kis baxi, mondjuk hányszor is volt nyilván kellett volna felírni, hogy 895-ször fordult meg, és abból nem tudom hány embert akkor ki. A kocsmákra is, hogyha kocsmára beállítanak egy szépen egy ilyen élő közvetítést, az is nagyon-nagyon jó, mert ott akkor lehet látni a forgalmat, hogy ingyenes, egésznapos ingyenes ivászati lehetőség volt, stb. Tehát most ezeket a módszereket nyilván most majd a, a április 8-a és egyéb ilyen önkormányzati választásokon ezt az most már látszik, hogy be fogják vetni, mert most is bevetették, hihetetlen szervezettséggel, hogy ezeknek a leleplezését, ezt mindenképpen kell azt gondolom, hogy mi is tökéletesítsük, mert nyilván a magyar állampolgároknak tudnia kell, hogy hogy, hogy működik a, a, rendszer. Egyébként most én még látom, itt is most is ilyen ellenzékiek is, meg a miénk is folyamatosan nézik a közvetítést, tehát azt azért mindenki tudja, most hívogatnak engem, mondom, Amúgy végighallgatom nagyon szívesen, és tudom is, tehát, hogyha nem mondják el, még akkor is fogom tudni, hogy ilyen nincs, hogy kóconné Margó, aki mindig száz meg 150 szabadatokkal torony magasan verte az összeset, de azért, mert áldozatkészen 30 éve szolgálja érpatakot. Most a Sinka Norbert, aki azt se ismerik, hogy kicsoda, és a Sinka Norbert az, 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 az megveri Margót, és Margó hatodiként csúszik be a testületbe. Tehát ezt, ez remél, ezt az érpatakot tudják, hogy, tudja, hogy ez, 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 senki nem gondolja komolyan, hogy csalás nélkül ez kijöhetett volna ez az eredmény. Meg jogosan mondja Csabika, teljesen fel van háborodva, ezt is felhívtak, hogy ez most mindez az ő dolguk, hogy az Orgován Csabika, hogy ő is rajta volt azonnal listán, ami a hat személy be kellett húzni. Hogy lehet az, hogy Csabika, hogyha Sinka kapott annyi szabadot, Csabika nem kapta meg a, a, azt a szabadot. Tehát azon a listán, amit odaadtak a 10, -10 forint fejébe, azt az, az, mindegyik behúzta, mert oda hívta az adott személyt. Tehát nem, nem, kellett már ilyen láncszavazást csinálni, hanem megkérte a delegáltat, hogy legyen szíves, már segítsen az a papíron lévő hatot behúzni oda, mert a, annyi sok olyan analfabéta is volt, aki aki egyáltalán nem tudta azt a műveletet végrehajtani, hogy elolvassa a saját listára hat szemét, és utána azt a másik 16-ból beigszelje azt a hatot, amit neki a kezébe nyomtak. Tehát azért mondom, hogy ebbe igaza van Csabikának, hogy nem lehet érteni, hogy hogy lehetett az, hogy ő nem kapott annyit, mint a sinka. Tehát mert, mert nyilván ha a sinka megkapta azt teljesen ismeretlenül, Nyilván a Csabika is gyakorlatilag teljesen ismeretlenül, őnek is meg kellett volna kapni, itt valami, valami így mondja, hogy valami csalás volt, hanem nem, nem stimmel. Mert mindig ha ezt mondom, hogy meg ezt tudja mindenki. Hát itt a Simon Barnes is hihetetlen le volt, amikor csak ezt mondom mindig a Kócorné-Margó relációjába, de nyilván látjuk, hogy ezt szépen megszervezték, ügyesen, ez is egy példa, nagyon tanulságos volt, hogy ez a folyamatos a Kubatov rendszerre jellemző, a Kubatov listára jellemző, folyamatosan figyelték, hogy ki nem ment el szavazni, és akkor nyilván még leugrottak, és megint az érpadok, nem mondom, a saláta Janihoz is leugrottak, és akkor Janit is még becsapták, hogy még ő is, mert még nem szavazott le, akkor le kell menni. tehát ezt mondom, hogy ez hihetetlen volt, ahogyan rendezték, tehát a szavazó ö, számláló helységből, ahogy folyamatosan figyelték, hogy ki nem volt ott, akkor ment és az a húsz kocsi, ami belett állít, hogy folyamatosan vigye, és akkor úgymond idéző meggyőzze őket, azt, azt gondolom, az, ez nagyon tanúságos volt. Nyilván ezt, megint ezt csak tanulságként mondom, más településeknek, hogy erre mindenképp oda fog kellni figyelni, mert most ezt a rendszert, ezt, ezt próbálják országos szinten mindenütt megszervezni. Nyilván az látja, hogy erőforrás hiány nincs, mert a közpénzből lopnak annyit, hogy a, a lopott közpénzből ezt nagyon szépen meg lehet finanszírozni, nem számít a dolog. Az is hogy például, a, csak akarom mondani, ez a Fidesz, tehát a Fidesz maffiának a módszere. Például ez is egy nagyon klasszikus eset volt, hogy a csomagosztás a, a péntek-szombat, vasárnap a vált péntek-szombati előkészítő csomagosztás ezt körülbelül 2500 nak kiosztottak, nyilván, hogy, hogy ne lehessen az, hogy ők a választást befolyásolják, ezt úgy adták, hogy az étkezési centrum, tehát az étkezési centrum adománya, de véletlenül, amit már mondtunk, a Fidesz maffiának a helyi, helyi ö, ö, ágensei, vagy képviselői vitték ki, és akkor nyilván ezt teljesen hozzá kötötték, mint hogy az ő személyes ajándékok lett volna, ezt a Fidesz maffia az étkezési centrumot megfinanszírozza, állami szinten, és utána pedig véletlenül erről volt, és egy még egy teljesen új dolog, egyébként most is, ezt most a bejelentkezésem előtt hívtak fel, hogy, hogy, azt mindenképp fel kell hívni a figyelmet, hogy amit a görög katolikus parókián a munkácsi papocska, atyácska művelt a feleségével, az hihetetlen volt, hogy ott volt a központ, onnan vitték, onnan indult a fákiás menet, ott főztek, ott mulattak, tehát ez is egyébként nagyon érdekes, hogy a, össze van tévesztetett a polit, tehát el kéne menni akkor a munkácsi eh, Jánosnak és a feleségének, szerintem el kéne menni politikusnak, be kéne állni a Fideszbe, pártagnak, de hogy ez össze Szereptévesztésben van. Tehát a, az egyház Krisztus tanításainak a hirdetése, az Evangélium hirdetése, és a, egy, egy, egy településen a, az egyik politikai oldal melletti hihetetlen mértékű ö, ö, kampányolás. Hát most végül is nyilván, mert mi a és majd elszámol a Istennel ezzel, de azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a legideálisabb egyházi tevékenység. De ez is ezerrel, ezerrel tolták, ezerrel nyomták, ez is egy, mert, mert kérdezik, mindig elemzik, hát ez is egy nagyon nagy probléma volt, mert gyakorlatilag azt, hogy a, az ő általuk gondozott nyugdíjasokat, hogy oda tudták fordítani, és most meg hívogatnak, hogy mi lesz velünk. Hát most Mondtam, én rám számíthatnak, de most nyilván most már a közbiztonságot és egyéb dolgokat, a tataiakat leállítani. Én leállítottam, azt most már nem az én dolgom lesz, mert látszik, hogy a, most is mondják, hogy ma reggel a tatai Tibor, tehát a Piri, így hívják. Az ottan már ilyen, amit mondtam, ilyen csendőrként, ilyen felügyeletet gyakorol az, az, az ABC-be, és akkor kérdezik, hogy mivel segítedik, akkor mondta, hogy ő most megáll, ő figyel, tehát ő figyeli a, az embereket, csak azt mondtam, hogy na most nyilván ezt ne, ne tőlem le, hogyha velem kötekedni fognak, én le fogom állítani. Meg én ugyanúgy, hogy az évelején Tatai István, meg mindent én elítéltettem ott, amikor kezdett, kezdtük, tehát én ezt most is el fogom őket ítéltetni, tehát ezzel, ezzel nincs gond, csak most az, hogy, hogy őket hogy kell leállítani, és ők neki az agresszivitás, azt ne, tehát azt mondom, amikor velem lesz konfliktus, vagy az én jelenlétemben lesz konfliktusba akkor nyilván lesz, de hogyha ilyen hivatali test, tehát a polgármesteri hivatalba intézkedik, meg nem tudom ott is. Egyébként ezt is mondták, hogy a, hogy a bementor, oda valaki kereste mozgalacit, és akkor nyilván már ő nagy képűen mondja, hogy itt már nincs itt mozgalászló, tehát a mezőrünk, az már ki van rúgva, meg mindenki. Tehát azt mondom, hogy tehát mindenki, ezeket én nem tudom leállítani, ezt az aktuális vagy akkor tisztséget tudja gyakorolni a polgármester, vagy akkor tudja leállítani ezeket. Nyilván, tehát ezt mondom, mondom, hogy rám számíthatnak, tehát én ugyanúgy felelősséget érzek érpadakért, ugyanúgy fogom segíteni az érpadakért. mindig az igazság jegyébe, mindig az igazság útján, mindig az Isten akaratának a keresése fényében, mindig az üdvösség segítése jegyében, és nyilván fordulnak hozzám, csak most már mivel a jogkörök gyakorlatilag ö, csökkentek, vasárnap óta, nyilván most még egy ilyen átmeneti állapotva, hogy most meglátjuk ez a választási csalás ez jogerőre fog emelkedni, És, de utána, nyilván mondom, én teszem a dolgot azon jogkörökön belül, ami most rendelkezésemre áll. Tehát mégis én ennyit akartam mondani, ezt nyilván majd látjuk a fejleményeket, ö, fogunk ö, jelentkezni, és nyilván, de mondom, hogyha valaki személyesen akar, a, megint a politikai ellenfeleink, vagy a politikai ellenfeleink által úszított hülye gyerek valamelyik akar velem találkozni, ott leszek érpatakon, ott vagyok, jöjjön le, szívesen megbeszéljük, bármit megbeszélünk, élőbe le is fogjuk közvetíteni, hogyha valakinek valami kínja, gondja, baja van, akkor mondom, nagyon szívesen állok elé, de mondom, hogy szerintem erre is azért büszke vagyok, meg mindig kérdezik, hogy mi van, hú, hogy mi, mi, van, mondom, semmi nincsen. Tehát azt mondom, hogy, hogy, azért azt elértük azt a szocializáció szintet, hogy nem az őserdei viszonyok, ami egyébként az még nem biztos, hogy ezek a, ezek a Bestelen agresszív gazemberek nem fogják még tovább, tovább így mondani, ezt a talajdémoni erőket még ottan élezgetni, hogy a, olyanra nem kerül sor, de azért ott nem tartunk, hogy, hogy bármi ilyesmi atrocitást Sor kerülhetne. Jó, akkor nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és mondom, tesszük a dolgunkat. Ha bármilyen információjuk van még ezzel kapcsolatban, kérem, hogy juttassák el hozzám, telefonon is vagy személyesen tudunk beszélni. Jó, nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Ne felejtsék el, az, Istenek, az Isten azokat segíti, akik az igaz ügyek mellé állnak, ezért kérjük, hogy önök is álljanak oda, és ennek a jegyébe folytassuk a küzdelmeinket, harcainkat. Isten áldja önöket.